Hétfő reggel jól megreggeliztették a munkába meg iskolába tekerőket, de nem csak bringás reggeliből áll a mobilitási hét. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit. Ez itt a konkrét, benne pedig a mobilitási héthez próbálunk egy kicsit kedvet csinálni, ha még egyáltalán kell. Programokról beszélünk, meg kerékpározásról beszélgetünk. A következő közel 10 percben vendégünk a stúdióban dr. Tóth Péter, aki a Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület vezetője. Meg nyugodtan mondhatom, hogy ennek az idei mobilitási hétnek a motorja, mozgatórugója, kerékpár adja, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye elindult a bringás reggelivel, ez nagyon jól sikerült, saját bőrömön tapasztaltam, sokan voltak, elfogadták a reggelit, szeretik. Mi minden lesz még, hogyha a következő vasárnapig tartó sorozatból ki kéne emelni? Mi az, ami maradt és jó, és mi az, ami esetleg új program lesz? Én is köszöntöm a nézőket. Azt mi visszatérnék én egy kicsit erre a reggelire, ezt nem hagyhatom ki, mert hogy kim voltak a közlekedésfelügyelet munkatársai, ez egy plusz program volt idén, megnézettük velük azoknak a kerékpárját, akik közben majszolták a kakaós csigát a kerékpárjuk mellett, és azt mondták nekem, egy ilyen gyors statisztikát vonva a mai reggelből, hogy a győriek kerékpár felszereltsége kiugróan jónak mondható. Tehát azok, akik munkában, napi használatra használják a kerékpárjukat, azok ezt komolyan veszik, és a Kresznek megfelelően közlekednek. Ez egy nagyon jó hír egyébként. Számomra is meglepő volt, azt gondoltam, hogy az embereket ez annyira nem érdekli. És ennek megfelelően osztottunk almát. Sokkal több alma fogyott, mint a citromdíj, amiket azok kaptak, akiknek ez nem volt megfelelően. A programokra visszatérve pedig próbálunk minden nap valamit nyújtani a város lakosságnak, és próbálunk mindenkihez szólni. A holnapi nap az a mobilitás, még mindig a mobilitáshoz szól, de a Mobilis interaktív keletesű központhoz kapcsolódik. Egy kerékpár kiállítást hoztunk Gicről. Ez a Gici kerékpár szervizhez kapcsolódik, aminek a tulajdonosa Vog Balázs, aki egy kerékpárversenyző, és ő több mint 10 éve kezdett el gyűjteni antik kerékpárokat és felújítani, és tőle kértünk, közel 50 darabos gyűjteményéből hoztunk el 14 darabot Győrbe. Lehet látni itt 25-30 éves orosz kerékpároktól egészen a Tour de France pálya, vagy csapatkerékpárjaig bezárólag francia, svájci, német kerékpárokat. Tehát az elmúlt 80 év kerékpár terméséből egy ilyen csokrot hoztunk be a Mobilisba. Ennek a megnyitója lesz holnap, 2-kor, és ehhez kapcsolódik még egy előadás, amit Szerény személyen fog tartani, a kerékpár történetéről, egy kerékpár technológia történetéről, összekapcsolva egy kicsit a társadalom történettel. Nem tudom magamat meghazudtolni, mert szociológus vagyok, meg történész, úgyhogy két ilyen előadást hirdettünk holnapra, az egyik az 2-kor, a másik pedig 3-kor esedékes. Erre regisztrálni kell, mert hogy a Mobilis előadó terme az nem olyan nagy, úgyhogy a környezetbarátgyőr.hu oldalon megadtunk két regisztrációs linket. Még van hely, úgyhogy aki szeretne eljönni holnap és meghallgatni ezt az előadást, illetve megnézni a kerékpárokat, azt nagy szeretettel várjuk. Szerdán az egyetemistáknak próbálunk mondani vagy mutatni valamit. Ugye szerdán még itt vannak, a csütörtök pénteken már mennek hazafele, úgyhogy ott nehéz őket utolérni. És mivel Kari napok vannak, ezért a Kari napok rendezvényeiben próbáltunk beszűrni valamit. A Győri Import-Impro társulatát kértük meg, hogy szerdán 6 órakor este a Bridge-ben egy ilyen speciális import-impro előadással, ugye ez egy ilyen improvizatív játék, próbálják meg megközelíteni a mobilitási hétnek az idei jelmondatát, ez a tiszta levegőt tegyél érte, közlekedéssel, tömegközlekedéssel, közlekedési helyzetekkel, vagy mondjuk a levegővel kapcsolatos feladatokat lehet megtekinteni. Nem csak egyetemistákat várunk, a rendezvény ingyenes, tehát bárki eljöhet és megnézheti ezt is. A csütörtöki nap az megint a kerékpárosoké. A fővárosban már nagyon régóta zajlik az a program, amit most próbálunk meghonosítani Győrben, ez a kerékpár fotózás, vagy fotózkodj a kerékpároddal, vagy én is a kerékpárom című esemény, aminek az a lényeg, hogy a Megyeháza térre mi ki fogunk települni egy profi fotóssal, meg a csapatával, csütörtökön délután 3-tól 6-ig, és aki úgy gondolja, hogy szeretne magáról és a kerékpárról egy képet készítetni, az beállhat, és akkor készül róla néhány jó fotó, amit aztán
fel fogunk tenni valamelyik ilyen közösségi oldalra, illetve letölthetővé tesszük, hogyha az illető szeretné valahol felhasználni. A nagy tervünk az, hogy ezt mi is szeretnénk majd felhasználni különböző kiadványokban, akár Győrt népszerűsít, akár a Kerékpárt népszerűsítő kiadványokban. És a pénteki nap az pedig a tömegközlekedésé, ezt a Kisalföld Volán ZRT munkatársaival együtt szervezzük. Ezen a napon most már évek óta jegy nélkül lehet utazni a helyi járatokon, úgyhogy azt gondoltuk, hogy mivel ilyen egyszer van csak egy évben, akkor ezt még pluszban tetéznénk egy játékkal. Tehát, hogy minél többen üljenek fel a buszra, minél többen ismerkedjenek meg az új menetrenddel, ami augusztus óta van érvényben, és próbálják meg kitalálni azt, hogy melyik járatról, hogyan és miképpen lehet a legjobban eljutni egy adott helyre. Ezt egy ilyen játékos vetélkedővel próbáljuk bevezetni, ami délután 4-kor indul, és a régi 80-as években híres Polisz 07 játék szabályait követi, ahol egy ilyen titkos ügynököt kell megtalálni a győri buszokon. De lesz ezen a napon lesz faros busszal lehet körbejárni a városban, mi egy megszokott program, és a minden évben. Lesz Kisalföld Volán telephely látogatás, ami szintén egy állandó program, illetve a Kisalföld Volán munkatársai ki fognak települni a megye háztére, és meg lehet tőlük venni ez is egy ilyen régi program most már, nem tudom, hogy mennyi régi relikviájuk van, de ami még megmaradt, az eladó és megvásárolható. Tehát lehet mondjuk venni régi 22-es busz táblát, vagy régi szakszervezeti könyvet, vagy régi matricákat. Aztán szombat az a Bringapolis, ami egy ilyen nagy kerékpáros rendezvény lesz a Mobilis mellett, a parkolóban, reggel 9-től délután 7-ig folyamatosan várjuk a látogatókat. Egy kerékpáros vidámparkkal, illetve délelőtt a rendőrség fog kihozni egy kresszpályát, egy mobil kresszpályát, amin a gyerekek lemérhetik a kerékpáros tudásukat, kressztudásukat. Délután folyamán 4 órakor elindul a kerékpáros felvonulás, ami szintén egy ilyen állandó program most már minden évben. Ez a Mobilistól indul el, egy rendőri felvezetéssel, körülbelül 14 km a város útjain biztosítva, és a Mobilistod is fog visszaérkezni majd körülbelül 1,5-2 óra alatt. Tehát nem egy gyors, versenyszerű tekerés lesz, hanem egy ilyen szép lassú, városnézős gyorsasággal fogunk tekerni. Aztán ezután még lesz egy kerékpáros vetélkedő is, amit minden évben megszervezünk, ez Eliket néven híresült el, és a budapesti futárok hozták be ezt Magyarországra. Megadott időben, megadott ponton, megadott helyen kell megjelenni, és különböző feladatokat megoldani. Ez pedig a Bringapolis kerékpáros körvonulás után fog elindulni, tehát akinek nem elég a 14 kilométer, az még legalább 30-at tekerhet a városban estig. És aztán végezetül vasárnap 10 órakor szintén a Mobilis parkolójából fogunk elindítani egy kerékpáros túrát, ami szimplán annyiból áll, hogy családokat vagy bárkit, aki szeretne eljönni itt egyet tekerni, várunk, és Hédervár fogunk eltekerni a Szigetközi úton, minél többen annál jobb, aztán onnan vissza. Ez körülbelül egy ilyen 50 km-es túra, és egy ilyen nyugodt, békés, beszélgetős, nézelődős túrának ígérkezik. Hát remélhetőleg hétvégére már jó idő lesz, mert addig nem akarom elkeseríteni Tóth urat, mint főszervezőt, de nem mondanak túl jó időt. Annyi programban, hogy alig maradt időnk, de két dolgot mindenképpen szeretnék megkérdezni, hogy ennek a mobilitási hétnek tulajdonképpen az lenne a célja, a vezérfonala, hogy népszerűsíteni nem csak a kerékpározást, hanem a tömegközlekedést, hogy lehetőleg ne autóval közlekedjünk. És most a kerékpáros szekció érdekelne, mert ebben ön a megmondó ember, nyugodtan mondhatjuk így Győrben, és szakember. Hova sikerült eljutni az elmúlt években? Mennyit fejlődtünk mi abban, hogy ha munkába kell menni, iskolába kell menni, akkor sokkal inkább felpattanunk a kerékpárra, mint hogy autóba ülnénk? Én ezt nagyon röviden, meg igen, megint visszautalva a mai kerékpáros reggelire, azt látom, hogy évek óta egyre több kakaós csiga fogy. Vagy sajtos kifli, mert ugye elfogyott a kakaós csiga idén is, úgyhogy után kellett tölteni sajtos kiflivel, és ez a mai nap is 500 darab elfogyott secpecet, és lett még volna vevő vagy evő. Úgyhogy amikor elkezdtük ezt 5 évvel ezelőtt, akkor azt láttuk, hogy ilyen nagyon nyögvenyelősen megy, de azt látjuk, hogy ahogy épül a kerékpáros infrastruktúra Győrben, vagy ahogy tudatosodik az emberekben az, hogy kerékpárral is el lehet indulni munkába vagy iskolába, meg ahogy adják át az újabb és újabb kerékpárutakat, és kötik be mondjuk az olyan városrészeket, ahol eddig
nehézkesen vagy bonyolultabb volt, hogy bejutni a városba, egyre többen tekernek. Sőt, azt is látom, hogy ez a tekerés ez nem áll meg. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy nincsen rossz kerékpáros idő, csak nem megfelelő ruházat. És az igaz gyűlés, hogy nagyon sokan nem rakják el télen se a kerékpárt. Az a néhány ilyen blatyakos, nagyon hideg idő pont az, amikor teljesen nullára vagy nagyon picire csökken a kerékpárosok száma, de nagyon-nagyon sokan kerékpároznak még a rossz időbe általában is. Ez azt mutatja, hogy így egyre jobban elfogadottabb ez a közlekedési forma. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez folyamatos növekedést mutat majd. És még egy gyors kérdés, amire egy gyors választ szeretnék kapni. Lesz hamarosan egy kerékpár kölcsönző rendszer Győrben, szerencsére most már biztos, hiszen az anyagi forrás megvan rá. Ez mennyiben nyomhatja meg ezt a tendenciát, mennyire segítheti még jobban elterjeszteni a kerékpározás szeretetét? Ez attól függ, hogy a város lakossága ezt mennyire fogja magáinak érezni, vagy mennyire tudja ezt majd felhasználni a mindennapjaiban. Ugye általában ilyen idegenforgalmi felhasználása szokott ezeknek a kerékpárkölcsönzőknek lenni. Azt tudom, hogy tudatosan a város arra épít, hogy ne csak ez legyen. Ugye a legtöbb ilyen kerékpárkölcsönzőt olyan forgalmas, mindennapokban használatos, vagy igénybe vett szolgáltatások intézmények mellé teszik, ahol ez adja magát. Mi most egyébként próbálunk is erre utalni, mert meghívtunk 4 darab celebet, ha mondhatom így, és szerdán csinálunk velük egy ilyen próbafutamot, a Városházától fogjuk ezt elindítani, és valahol itt az egyetemnél fog ez megérkezni, és mindenféle, hogy közben feladatokat kéne megoldani, az ami azt jelenti, hogy ügyet kell intézni a belvárosban, és az egyik ilyen ismert győri személyiséget autóba fogjuk ültetni, a másikat gyalogosan fogjuk elindítani, a harmadikat autóbusszal, a negyediket pedig kerékpárral, és aztán kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogy működik. Hogy ki az, aki először ezt meg tudja oldani, ki az, aki először ér be a célba, azt gondoljuk, hogy a kerékpáros. Hát azt mutatják a külföldi vizsgálatok, hogy 5 kilométeres körzetben, vagy 5 kilométeres járható úton belül a kerékpárosnak egy ilyen belvárosi szituációban nincsen párja vagy legyőzője. Maximum a kis motoros vagy a segédmotoros kerékpár. Úgyhogy ha ez a bérbringa rendszer beindul, akkor szerintem ezt az emberek fogják használni. Na hát bízunk ebben, meg a jó időben, meg abban, hogy minél többen lesznek egész héten, és nem csak a reggeli vonzotta a kerékpárosokat. Dr. Tóth Péter, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét, ha tehetik, menjenek el akármelyik bringás vagy buszos programra. Érdemes lesz, rossz időben is csak fel kell megfelelően öltözni. Köszönöm a figyelmüket, na viszontlátást! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.